Marx marad, ezt mondták azok a tüntetők, akik a Corvinus Egyetem előtt tiltakoznak, az ellen demonstrálnak, hogy a szobor 25 évvel a rendszerváltás után végül elkerül a régi helyéről, az egyetem aulájából. Az alkotás ugyanis szeptember végén már csak egy kiállítási tárgy lesz az egyetem valamelyik termében. A szobornak az egyetem vezetése szerint mennie kell, de a tiltakozók ezen már nem lepődtek meg. Ez egy itt maradt terhes örökségnek a része, hiszen a diktatúra helyezte oda Marx Károlynak a szobrát, és úgy gondoljuk, hogy jogállami körülmények között az akkori kornak az ilyen szellemisége ma már vállalhatatlan. Ezt még januárban az igazságügyi minisztérium államtitkáraként mondta Rétvári Bence, aki akkor nyílt levélben arra kérte a Corvinus Egyetem vezetőségét és az egyetem diákjait, hogy az intézmény aulájából távolítsák el a szobrot. Ez ellen nem csak a közélet szereplői, de a diákok közül is többen tiltakoztak. Láttam ezt a szobrot, de szerintem ez hülyeség, mert nem ez alapján ítélünk meg valakit, hogy a 20. századi diktatúrához hozzájárult, hanem ő tényleg egy közgazdász volt. A szobor végül úgy megy, hogy marad. Az egyetem közleménye szerint az aulából Marxot ugyan kiteszik, de az ígéret az, hogy az egyetem történeti kiállításán talán szeptember végén ismét látható lesz. Az egyetem rektora Rostoványi Zsolt mától szabadságon van, őt nem tudtuk erről megkérdezni. De az egyetem közleményében azt írja, hogy Marx új helyének megtalálásában semmiféle politikai erőnek vagy nyomásnak nem volt szerepe. Marx marad. Legalábbis ezt mondják azok a tüntetők, akik ma ismét az egyetemnél demonstráltak. Krausz Tamás történész arról is beszélt, hogy a tekintélyuralmi rendszer elvette a rendszerváltás illúzióit. Ez a 25 éves folyamat érkezik el most oda, hogy az utolsó nyilvános Marx szobrot is eltávolítják arról a helyről, ahol őt még látni lehetett. Szerinte ez ellen tiltakozni kell. Krausz úgy látja, hogy a magyar értelmiség jelentős része behódolt a rendszernek. A szobor eltávolítóiról Tamás Gáspár Miklós szerint még beszélni sem érdemes. Gyáva konformisták, ilyenek. A Marx szobor bizonyos értelemben a múlthoz tartozik, és azt a látszatot kelthette, hogy Marx is a múlthoz tartozik, magyarázta. Nem lesz itt ez a szobor, a helyzet tiszta, világos, Marxra nem emlékművek emlékeznek, hanem majd a társadalom küzdelmei fognak emlékeztetni. Marx elveszti a múltat, és megnyeri a jövőt. A csendes tüntetők a beszédek elhangzása után bebocsájtást nyertek a Corvinus Egyetem aulájába, de a profi kamerák már nem. Ez egy amatőr felvétel, mert mi nem filmezhettünk, de a tüntetőkkel senki sem törődött. Nekik ez volt az utolsó alkalom, hogy itt az aulában készítsenek egy képet az egyetem egykori névadójáról.